Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe rengeteg az érdeklőd az ingatlan piacon. Én nyitom az ingatlanos álmok könyveket, enyém a havi előfizetés és ingatlanos álmok klub, úgyhogy jelentkezz. Illetve kommunikáció az ingatlan piacon címmel előadást tartok Dombovary Dénes barátommal 2022. április 23-án Győrben. Ez személyes előadás lesz, úgyhogy kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, és természetesen kapsz róla értesítést. Most igazából ez van. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon is lehet most élni. Aki most ingatlant akar értékesíteni, vagy bérbeadni, szerintem úgy gondolom, most mind a kettőre nagy az érdeklődés, hogy eddig egy eléggé lanyhát tapasztaltam, volt egy ilyen kis hupli lefelé, tehát olyan kicsit, mintha állt volna minden, és egyszer csak, mint egy ilyen utolsó pánikroham, valahogy elindult az egész, akár a bérbeadási piacon, amit én csinálok, tehát eléggé éreztem, tehát hirtelen a kb. Ötszörösére ugrott az érdeklődők száma, és az ingatlan értékesítésnél is tulajdonképpen vannak helyek, ahol licitálnak, tehát az ingatlan árára, és mondjuk úgy, hogy irreális mértékig el tud menni az ingatlan ára. Ez könnyen lehet, én úgy gondolom, most elsősorban az inflációs félelem teszi, hát a bérleti piacot azt nem valószínű, hogy ez erősíti, ugye ott inkább a menekültek, nagyobb az igény az ingatlanokra, tehát valahol lakniuk kell nyilván mindenkinek, főleg ha még van pénze, meg akik jönnek, menekültek ők, ugye nem ezek az arabok, akik majd eltartanak minket, milyen szuper, hanem ők azért mondjuk dolgozni is akarnak, tudnak is, beszélik esetleg a nyelvet is, tehát teljesen más értékrenddel bíró emberek, hál' Istennek. Jó, de a lényeg az, hogy rengeteg érdeklődő van, viszont az is tény, hogy csak érdeklődők, és ezért még az utolsó, talán véghajrába így felhívnám a figyelmet mindenkinek, hogy a jó minőségű ingatlanok egyébként relatíve gyorsan elmennek. Tehát aki tényleg megtanultál értéket teremteni, szép az ingatlan, nincs vele semmi gond, azonnal költözhető szinte. Ezek az ingatlanok egyébként most relatíve, mintha felpörögtek volna. Tehát a klubtagoktól szintén ugyanezt hallom, tehát hogy ugyanezt hallom, pörögnek és még licitálnak náluk is, tehát hogy elég jó. Ugye ami előadást tartottam most, hogy 3 hónap, tehát most ezt nagyon meg kell nyomni, hogyha valaki még ezt akarja, mert egy véghajrához érkeztünk. Utána erről majd mesélni fogok, hogy miért gondolom azt, de inkább egy lehetmenetet fogok én így prognosztizálni. Ősszel már ennek a jelei nagyon egyértelműen látni fogod, még az is, aki szerintem vak. Jó? Úgyhogy rengeteg az érdeklődő. Én úgy gondolom, hogy ezt most hát mondjuk úgy, hogy a saját jó felfogott érdekedben ragad meg. És itt van az, amit tartok az előadást, ugye a kommunikáció az ingatlan piacon, hogy igenis legyél az ingatlan piac nyertese, és én úgy gondolom, hogy nem nyer helyzet van, hanem mindig a felkészültebb nyer. Tudom, hogy sokan ezzel nem értetek egyet, azért, mert nem jutottatok el még arra a szintre, hogy a felkészültebbnek kell nyerni, hanem én is adok valamit, ő is nyer, és akkor minden kette happy, és akkor megpuszíjik egymást. Nem, tehát egy bizonyos szintnél mondhatom nyugodtan, hogy a felkészültebb nyer, meg aki persze nála van a pénz, meg minden ott van az ő oldalán, a pénz, a fegyver, a stb. De mindegy, ezt leszámítva nyugodtan, hogy pontosan ezért tartjuk a DNS-el ezt a előadást, hogy tényleg tudd, hogy tulajdonképpen a kérdések 80%-át neked tudnod kell a választ rá, a 20%-ot kapod meg az ügyféltől. Ilyen szintre kell hozni magad. És akkor nem fog meglepetés érni, és biztos, hogy te nyertese leszel az ingatlan piacnak. Jó? Úgyhogy kattints, iratkozz fel a hírlevelünkre, legyél ott a Kommunikáció az ingatlan piacon című előadásunkon, és találkozunk Győrben. Szia!